Ladies and gentlemen, this is the 2016 Xbox E3 briefing. Please welcome the head of Xbox, Phil Spencer. Sziasztok, hát itt az IGN Gaming legújabb adása. Sziasztok. Hamarosan kezdődik az E3, itt ül mellettem Sasa, ő kint lesz Los Angelesben, ugye a helyszínen megnézzen egy csomó mindent. És akkor most szeretnénk egy kicsit felvezetni a konferenciákat, ahol az új játékokat és az új konzolt is be fogják jelenteni. Ugyanis a Microsofttal kezdünk, akik hivatalosan most előrébb kerültek az E3-on, hogy ők kezdjék el a showt, ők indítsák, és hát a legnagyobb bejelenteni valójuk az nyilván a Scorpio lesz. A technikai részleteken már túl vagyunk, de most jöhet majd az ár és a megjelenési dátum. Igen, mert az, hogy hogy néz ki, azt szerintem senkit nem fog érdekelni két napnál tovább. Azért szoktak panaszkodni. Aha, és aztán utána beteszik a tévé alá, és senkit nem érdekel. Igen, egyébként az árról is vannak már pletykák, meg a megjelenésről is vannak már pletykák. Évvége, valamikor, az ünnepi szezon. Igen, de most már az se biztos. Tehát én azért itt kisebb vagyon tennék, hogy ez októberben megjelenik, bőven a szezon előtt. Az ár az még mindig nagy kérdés. Meg az, hogy van-e erre szükség egyáltalán a piacra, és ha jön ez a konzol, akkor mivel fogják eladni? És talán erre fog választ adni az E3. Én szkeptikus vagyok sajnos. Igen, Phil Spencer célozgatott rá, hogy azért játékok is lesznek, minden, de lényegében semmi konkrétumot nem tudunk a betonbiztos címeken kívül, amik tuti, hogy ott lesznek. Hát nyilván a Sea of Thieves, ami már a beta testen túl van, Isten tudja hány E3-on. Harmadik E3-on látom a Sea of Thieves-et, nagyon örülök neki, biztos tök jó lesz. Igen, de most talán a Karib 5-nek a farvizén lehet, hogy egy megjelenési dátumot ami megbukott Amerikában, igen. Kapunk végre, lehet, hogy nem a legjobb kezdés lesz, de mindenképpen számítunk arra, hogy most már azért kínos lenne nem egy megjelenési dátumot prezentálni ebből a játékból. Hogy aztán mekkora siker lesz, az nagy kérdőjel. A Crackdown 3 eddig biztosnak tűnt, de most annyira nem hallottunk felőle semmit. Hát nézd, minimum egy trélert összevagdosnak, ahogy a felhő erejével a multiban összedőlnek a házak. Szétlőnek mindent. Crackdownnal semmi baj nincs, egy tök átlagos cím, ami hogyha megjelenik és exkluzív, semmi gond nincs vele, de ahhoz szerintem kevés, hogy mondjuk egy Last of Us-ra, egy Detroit-tal, egy God of War-ral felvegye a versenyt. Vagy egy kis stúdiónak egy kis játéka, amit igen, már újrakezdtek, meg tehát, hogy... Vagy hogy a Scorpiónál egy érv legyen, hogy tessék, vegyétek. Biztos nem ez lesz az érv. Pláne, hogy Play Anywhere lett ez is, közben kiderült, tehát PC-n is lehet majd vele játszani. Igen, de a Play Anywhere játékok PC-n azért nem működnek úgy igazán, nem tehát nem azt látjuk, hogy a Forza Horizonből elment mondjuk, nem tudom, azt hiszem közel 3-4 millió elment már Xbox One-on, hát PC milliót se ért el az eladás, úgyhogy a Play Anywhere ilyen szempontból nem befolyásol semmit. Én még mindig azt mondom, hogy a Microsoftnak egy nagyon-nagyon brutális Halo relaunch-ra lenne szüksége ahhoz, hogy azt a játékot visszahelyezze a térképre, úgy, mint ahogy mondjuk a Halo 1, Halo 2, Halo 3 és a Reach esetében egy olyan pozíciót foglalt el, amitől tényleg system seller volt. Azon kívül azt gondolom, hogy sajnos a Microsoftnak aztán cáfoljanak meg, ez a multiplatform játékok E3-a lesz, olyan bemutatókkal, ahol majd megnézzük, hogy nagyobb felbontásban, esetleg jobb framerate-tel fut, és esetleg nem 1 perc alatt tölti be a Prey a pályát, hanem most már csak 43 másodperc alatt. Ez lesz a natív 4K versus Dynamic 4K megmérettetése. Forza lesz, és azzal az próbálják biztos. Szerintem majd demózni. Egyébként a Forza is mindig ilyen októberi megjelenés, tehát nagyon-nagyon egybecseng, igen, hogy már, igen, ez egy októberi launch-al elinduló konzol lesz. Igen, pláne, hogy úgy tűnik, hogy ugye a Shadow of War is, ami nyilván ott lesz, ami azt már az októberre tolták. Igen, októberre tolták, tehát esélyes, hogy a konzol akkor jelenik meg, bár ezzel kapcsolatban semmi hivatalos infó nincs, de nem lenne nagy meglepetés, ha októberben elrajtolna. De mielőtt a multiplatform címekre átmennénk, azért egy State of Decay még ott van, amit van egy erős rajongói bázis, de megint nem az a játék, ami milliókat. Nagyon erős indie játék, ami tök jó, az első rész is tök jó volt, de ez se az a cím, amiatt megveszel egy prémium konzolt, vagy akár megveszel egy Xbox One S-t. Nem tudom, én egyetlen egy dolog miatt aggódom, hogy lesz egy nagyon jó konzol, reméljük lesz egy nagyon jó ára, lesz egy aránylag jókor megjelent release, de hogy nincs az a játék, amiatt megved, vagy nincs benned az a jövőkép, ami miatt azt mondod, hogy ez a technikai tudás, ez megér neked mondjuk a jelenlegi PlayStation 5 mellett plusz 100, 20, 30, 40, 50 ezer forintot. Mert erről már beszélgettünk, hogy azért most már a konzol generációnak abban a szakaszában vagyunk, eltelt most már nem tudom 4-5 év, inkább 5, amikor már nem a kórokat szokták megcélozni a konzolgyártók, hanem a casualt. Ilyenkor szokott beesni a konzolára, ilyenkor szokták 50-60 ezer forintokért adni ugye a konzolt, ilyenkor jön ki általában egy Move controller vagy egy Kinect controller, mert a kór az döntött, tehát azért eladtak kb. 60 millió PlayStation-t, eladtak mondjuk, legyünk optimisták, 25 millió Xbox One-t. Az, hogy a Microsoft a jelenlegi Xbox One bázisából csomó embert rábír arra, hogy vegye meg a Scorpiót, azzal előrébb annyival nem lesznek, mert nem fog nőni az install base-ük, és az olló ugyanúgy nyílni fog a Sony javára. És az, hogy ezt Sony-tól elhódítsanak, egy olyan vágnak mellett, amit majd valószínűleg a Sony bemutat az E3-on, hát azért az egy nagyon nagy kihívás. Arról nem beszélve még, hogyha a konzol jó áron is lesz, de hogy a 4K-t kiélvezd, meg a HDR-t, azokhoz kell egy olyan kijelző is, és akkor az már alaposan megdobja a költségeket, hogyha valaki elfele. De még talán egy pont lehet, amit a Microsoft meg tud mutatni, esetleg a VR. Bár nem úgy tűnik, hogy ez lesz most az elkövetkezendő évek hatalmas üzleti vállalkozása, a VR, mert egyelőre a Sony-n kívül nem nagyon megy senkinek. Én azt gondolom, hogy a VR akkor tud talán majd előrelépni, hogyha ez egy sokkal kényelmesebb történet lesz, mert jelen pillanatban a legnagyobb gond azzal az, hogy felszereled magadra a dótokat, dugdosol, oké, lehet, hogy megcsinálják mondjuk wireless, de az... Pontosan, mert ugye Microsoft ugye ezt pedzeget, egy $300 körül és zsinórok nélküli VR headset. Igen, és akkor még kéne hozzá játék. És akkor kéne hozzá. Mert ha megnézzük a Sony-t, aki messze a legjobban csinálja ezt a VR-t most, igazából teljes értékű játék, talán a Rezi volt, ami támogatja a VR-t, mert most kijött a Farpoint, ami nagyon sikeres Angliában, a másodikként nyitott az adásokban, de igazából egy tök átlagos FPS, egy 4-5 órás játékidővel, és azért ez se egy Doom, vagy egy Halo, vagy egy Call of Duty. Igen, és bár a Sony azt mondja, hogy jól fogy a PSVR, azért olyan nagy hype már nincs körülötte, mint a megjelenés előtt. Nincs, szépen jönnek ki a játékok rá, ők adtak el messze a legtöbbet a VR készülékükből, többet, mint a HTC, vagy többet, mint az Oculus. Jelenleg ebben a piacban kb. Ennyi van, én azt gondolom, és az áttörés az nem valószínű, hogy a Scorpio meg annak a VR megoldása fogja hozni, hanem egy olyan kényelmes eszköz, ami már nem teher viselni, és ami nem nehezíti meg a játékot, amellett, hogy ad egy tök plusz jó játékélmény. Szerintem a Microsoft, amivel még villogni fog, és amivel tud is, az a rendszerük. Ugye most beszéltünk előtt, hogy megjelent ez a Game Pass, ami nem egy rossz szolgáltatás, megint be fogják jelenteni, hogy nem tudom hány játékuk van, ami már visszafele kompatibilis. Biztos lesz egy csomó. De kéne 3-4 nagyon nagy cím, ami ezt a tényleg rohadt jó konzolt eladja, mert az biztos, hogy ennél jobb konzol jelenleg nem lesz, és ez nem azért, mert a Microsoft csinálja, hanem azért, mert baromi gyors, a fejlesztők szerint nagyon jó az egész felépítése, jó az architektúra, tök sok RAM van benne, tényleg natív 4K-ra képes készülék, de vajon lesz olyan játék, ami natív 4K-ba fog úgy kinézni, mint amiről sokat beszéltünk, mint a Horizon, sima alap PlayStation 4-en. Igen. És aztán még az is kérdés, ugye, hogy még olyan kellemetlen helyzetbe is került a Microsoft, hogy a multiplatform címek közül is a legnagyobbak a Sony fele húznak. Pletykáltak arról, hogy a Red Dead esetleg ott lesz a Microsoft konferencián, a Red Dead 2, de azt tudjuk, hogy Sony exkluzív tartalmakat kap, a Destiny szintén a Sony fele húz. Elvileg a Call of Duty is. Tehát még a multiplatform címeken belül is talán az Assassin's Creed lesz ott, ami... Hát igen, arról rebesgetik a pletykák, hogy az Sony-val összebútorozott a Microsoft ennél a címnél, úgyhogy valószínűleg az Assassin's Creed-et a Microsoft sajtótájékoztatón fogják lancsolni. De mit fogunk látni? Azt fogjuk látni, hogy tök jól néz ki, és azt fogjuk látni a Sony sajtótájékoztatóján, ahol valószínűleg újra bemutatják, csak más jelenetekkel, hogy látszólag ugyanúgy néz ki. Nyilván otthon egy 4K-s tévé előtt a lodolások, a töltési idők, az egyik az tényleg natív 4K lesz. Tehát a multiplatform címeknél biztos, hogy a Microsoft konzolja lesz az, amelyik a legjobb teljesítménnyel bír, ha a fejlesztők támogatják, és miért ne támogatnak. Azt még rebesgetik, ugye Halo biztosan nem lesz, ezt már tudjuk, valami kis... Hát azért a végére csak betesznek egy Halo trailert, egy rendereltet. Állítólag nem lesz ott, de ezt meglátjuk, reméljük a meglepetésbe, és valószínűleg, én tartom, hogy valamin azért még csak dolgoznak, valamit előrántalak, felbukkant egy pletyka, hogy esetleg a Scaleboundot rebootolják, mert addig senkit nem érdekelt, amíg lényegében nem törölték a játékot, utána valamiért így fölkapták, és... De most mondjuk rebootolják, akkor 2 év múlva lesz egy Scalebound. Hát igen. Amit rebesgetnek még, hogy lesz majd egy Gears of 4 4K Edition, ami gondolom megkapja a PC-s HD-tél textúrákat és 60 FPS-et, mert ugye az kampányban csak 30 FPS-re futott. Nem tudom, tehát tényleg kéne 3-4 cím. Ebben a mai világban azért nagyon nehéz 3-4 Last of Us 2 szintű játékot rejtegetni, és ha mondjuk rejtegetni is tudnák, akkor ki az, aki ezeket a minőségi termékeket úgy le tudja fejleszteni, hogy... Nem tudom, tehát én komolyan aggódom a Microsoftért, mert azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon nagy szerepe volt annak, hogy a konzolkultúra így felfejlődött. Valahogy ott a, inkább 7-10 évvel ezelőtt elrontották, amikor elkezdték elengedni a fejlesztőket, mert ma lehetne egy Ensemble náluk, lehetne a Bungie, még a Bioshock is exkluzív volt annó, mikor megjelent. Most már az LMV-kesek sincsenek ott, a Remedy. Hát nem tudom, tényleg aggódom, de valahogy bizakodó vagyok, nagyon készülnek erre az E3-ra, valamiért előrehozták, valamiért szeretnék, hogy egy napig beszéljenek róluk, ne csak pár órán keresztül, amihez szerintem önmagában a Scorpio nem elég, ha csak nem azt mondják, hogy $300, mert akkor, akkor győzelem, de ettől nem tartok. Jó. Hát a Microsoft konferenciáról nagyjából ennyit tudunk elmondani, így előzetesben. Reméljük tényleg tartogatnak meglepetéseket, ha Redmondiak, meglátjuk, ezzel indul majd az E3. Igen, és utána mi élőbe bejelentkezünk, vagy hát nem élőbe, de fölveszünk egy beszélgetést, amiben remélem sokkal pozitívabban tudunk nyilatkozni, és azt tudjuk mondani, hogy a Microsoft megcsinálta. Igen, bízunk benne, mi is nagyon. Találkozunk az E3-on. Sziasztok! Sziasztok!